lenni, itt a sehol sincs vége erdőt élén az árnyékban. Viszont azt sem látom, ha megnézzünk, maradt-e valami a tanítsnyában. Már a harmadik napja kurtonszkút megyünk, legalább egy kunyás utalhatnánk. Nem lehet az igazi, hogy én nem dolgozzunk. Almásból nem lehet megélni. De vándorlásból sem. Ez igaz, eddig nem volt szerencsénk. Akárhol próbálkoztunk, sohasem telek havától. Megmondjásunk a fejszét, ha nem akarunk a fejszétban. Fogó! Dehogy nem akar! Épp jó helyen jártok, a fátok alatt várjuk. No, nincs csak miért is köztön emberke. Hogy nincs csak mentél ide? Itt akkor egy csökkori fának a kotlában. Hallottam, miről beszéltetek, azért bújtam elő. És ti kik vagytok? Babárok vagyunk, munkát keresünk. Szegény apám is fát várunk egész életében. Azért is fát megy, egy szákorágyokat erdünk. A fejszét kotlanás közösségünk, megfogadtunk, olyan becsülettel dolgozunk, mint a szegény apám meghagyta az utolsó óráját. És te milyen szerencsek vagy? Én vagyok a király elvétve. Hát nálad vagyok, hogy nem talált a király. A király sem lehet valami nagy, vagy ilyen csökkentése van? Hát az igaz, én már csak ilyen kicsi vagyok, de az sem mindig nagyán, aki annak látszik. Ez okos beszéd, aztán akad-e valami bányogolatban, nem érdek nagy erdőbe. Mert munkába állnánk. Az lehet akár mindjárt. Király is akar palotát építeni a lányának, hát kell a hely. Végre lesz munka. Nálam 3 napig tart a szolgálat, a becsületes munkát végeztek, jó fizetés kapunk. Nem lesz vonatkozó a munkánkra. Nektek se a fizetésetekre. Én most a dolgom után nézek, 3 nap múlva visszajövök, és meglátom, milyen munkát végeztetek. Nóki, mindjárt hozzá is látunk. Jól markoljátok meg a bejtenyelet, ha már ez maradt a örökségül. Jó éveste köszönjük, mint bőr a szállt bármilyen kezdő. Retél, roppal, ha oda csapok. Csillag csapok a kezdve, villogó a szíve. Ne tartom a nyelét, nagyon csapok a szíve. Ahová a fejtve vár, retesen a törzs húzatát, röntben a silánkja. Hogy tűnik a tényután, várjunk rány, szaporán, Persze, hogy fel akarja mindenki.
Ajj, hát ez nem akár milyen pantalló. Aranyból van tőle az a pantalló. Aranyból. Kész itt a aranyból. Senki se csodálja, király, arany pantalló után nem, hihetet vagy van. Ennyi, de értetlenek vagytok. Ez a pantalló szín. Értitek? Ez rakta a szagóra. Hát ez aranyból. A király nem tudja fölhúzni a lánya esküvőjére a pantalló. Hát a szűk vajnak neki más pantalló. De a kézet is nagy szavak lehetnek, nem tudnak senki okosan garázolni a rendőr a barátnak. Már hogy? Már hogy választnának neki másikat? Mikor az egész országban nem akad olyan szabó, annak a szerencsétlenek pedig a fejét vétette a csinálat, hogy elkusálta azt a drága dolgot. Édesmény! Közszírét értetik, hogy a király pantallója szűk lehet szabva. Mindenkinek tudtára adatik, hogy miszerint aki ő felségét eme nagy és szerencsétlen ténykörülményből kifolyólag megsegíti valamelyikus tanácssal, melynek értelmében a nagyságot hasznosítani lehet, vagyis aki ő felségét belbújtatja az arany pantallóba, jutalmon kapja fel lányát, akarom mondani, a fel országot és a király lány saját személyben. Továbbá, azonban, aki a király elejbe kerülzén segítségét adni nem tud, tömözbe vétik. Jelentkezni lehet a füstöt és az esti alakú közti időben bármikor. Na én ilyen dolgokat még nem láttam. Mert hogy úgy mondja, mi a királyt nekünk lényegettél. És te hogyan segítesz?
hogy egészen őszinte legyek, én arra gondoltam, én arra gondoltam. Na, nyilv már! Én minden zavarnak, már nem is tudom, mire is gondoltam, mert én arra gondoltam. Értes, ürök ura, azt mondom én, mert én, hogy legyen a megoldás azért, éppen ilyesen kívánok a hangot. Ugyan hiába, minden hiába, semmire sem megyünk ezzel a gondolóval. Van még valaki szerencse próbál? Van, három, havágó, legyen. Havágó? Hát tudod meg mit akar? A lányom kezdőt komám, a fél ország. Jöjjön, lássuk. Mit akartok? Nem láttátok még a tömlőzeimet? Hogy tudtok valami okosat mondani? Mit tanácsoltok? Hogyan versik fel a kampallót? A gyermek! Kivel? Felséges királyom, ahogy elnézem, szűk ez a nadrág felségednek. Micsoda ég? Ki mondta azt, hogy bőr? A krizis, hogy éppen ezért azt lettünk, hogyan versik fel. Hallottad? Összességének mindig csak a lényegeset kell mondani. Igen, azért tudjuk, igen, hogy ilyen szó. Na, gondolj valamit! Arra gondoltam, felség, hogy el kéne kötni a felséget atyát. Meg kéne egy kicsit szorítani. Micsoda? Nem a temesadról van szó. Akkor meg, ha várunk. Nem kéne korítani a kérdéseket, mert te legyen nagyon merész dolgot mondasz. Merész, de nem rossz. Amelyik kötele. Micsoda, kötele? Hát ez borzasztó. Kötele. Rettenetes. A lám erős. Mindenről van, kicsó. Nem tudni le a felség, mert van egy üvem aranyból. Arany. Nem is tudtam, hogy a szobádok aranyjönetek a lám. Hát a szától aranyból is volna. Nem engedhetem, hogy egy favágó a király felséget hatállal merjen nyúlni. Így gyújjon. Jogat gyűlök királyra. Aranyőrbe, az már. Megengedjük a királyról való. Szent Isten elszorítja a hatállat rendszerehez. Ha nem oldjával, akkor is szelegény. Mert nagyon érzékenyek vagyok. Gyere, legyen! Hogy segítsd? Segíthetek én is? Tanácsos te ide a felség alját. Felségét. Most közd meg hát. Szóljon, felség, hanem nagyon szorul. Jobb út! Ha valami ért nem tudom? Nem, jobban. Majd meghúzom én. Jaj, megfulladok. Jaj. Thank you.
Persze, hogy elég lesz. Forrolni kell. Elég lesz.
Aha!
Oh.